Folyamatosan zajlik az oltás. A beoltottak száma mintegy 4 millió 640 ezer, közülük 2 millió 727 ezeren a második adagot is megkapták. A hivatalos tájékoztató oldal szerint már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra. Közben a kormányhivatalokba újabb vakcinaszállítmányok érkeztek, most Janssen oltóanyag, amelyet a házi orvosok között osztanak szét. A regisztrációt és a hozzájárulási nyilatkozatot is alaposan átnézik az oltópontok bejáratánál. Ha minden rendben, akkor mutatják, hova kell menni. Az eligazodást és az adminisztrációt Veszprémben katonák is segítik. A szüleimmel együtt döntöttük el, hogy szeretném beoltatni magam. Részben azért tartom fontosnak, mert a nagyszüleim védelme fontos számomra, illetve azért is, mert szeretnék újra közösségbe menni és a barátaimmal is találkozni. A Csolnoki Ferenc kórházban több mint 10 oltópont működik, folyamatosan adják be a vakcinákat. Bőven 10 000 fölötti oltást fogunk beadni Pfizerből a héten Veszprém megyében, és a Csolnoki Ferenc kórházra is jut több ezer Pfizer oltóanyag. Részben a fiataloknak, 16-18 éves korosztálynak, részben az SMS-ben kiértesítetteknek, részben pedig a házi orvos által hozzánk irányítottaknak fogunk oltást adni, és hát nem állunk le a második oltásokkal sem. A fiatalokat országszerte oltják, nekik a szülői hozzájárulási nyilatkozatot kell vinniük a kórházba. Szerettem volna megelőzni azt, hogy elkapjam például a vírust, vagy meg szerettem volna menteni a nyaramat, nem szeretném ezzel kockáztatni, hogy otthon üljek egész nyáron. Debrecenben 20 korteremben több mint 4 000 embert oltanak be egy nap alatt. SMS alapú behívás és online regisztrációsoknak az oltása, ők 1600-as létszámban vesznek részt, illetve megnyílt a lehetőség szabad regisztrációt követően szabad időpontfoglalásos Sputnik, Astra és Sinopharm oltásra. A házi orvosok is megállás nélkül oltanak, ebben a tatai praxisban a regisztráltak mind megkapták az első dózist, várják az új jelentkezőket. Minden oltás jobb, mint a lélegeztetőgép, vagy mint intenzív osztályra bekerülni. Én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy oltassa be magát. A beoltottak száma mintegy 4 millió 640 ezer, közülük 2 millió 727 ezre már a másodikat is megkapták. A hivatalos tájékoztató oldal szerint már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra. A vakcina országszerte biztosított, folyamatosan viszik az utánpótlást. Győrmoson Sopron megyében ma 3400 adag Janssen oltóanyagot osztanak szét. Minden házi orvosi körzetbe fog jutni Janssen vakcina, de alapvetően azok kapnak többet, akiknél még több regisztrált van a praxisban. Újabb Janssen szállítmány érkezett a fővárosi kormányhivatal központi Teve utcai telephelyére is. Ellenőrzik és viszik tovább a praxisokba. 12 ezer budapesti oltására alkalmas mennyiség. Ezek az ampullák ma délután a házi orvosokhoz kerülnek kiszállításra. Minden házi orvosi rendelőbe kerül ebből az oltóanyagból. Házi orvosi rendelőnként 2 vagy 3 ampulla. Ugye ez az oltóanyag, ez abban különbözik a többitől, azzal együtt, hogy ez is hatékony és biztonságos, hogy ebből egy dózis is elegendő. A reggeli adatok szerint 426 új fertőzöttet regisztráltak és meghalt 38 beteg. Az aktív fertőzöttek száma 138 ezerre csökkent. 2259 covidos beteget ápolnak kórházban, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen.